itt vagyunk újra Kovács Tamás Péterrel és édesanyjával Lilivel. Szervusz! Sziasztok! Hát jártál már nálunk pár héttel ezelőtt. Igen. És akkor ugyebár egy szépségverseny, pontosan ez a megnevezése ennek a versenynek, ami jelen voltál? Igen. És ez modellverseny. Szépség és modellverseny. És milyen helyzetet értél, egy helyezést értél? A Grand Prix az elsőt jelenti, a Prince of the Universe-et. Szóval az vagy most te. Igen. Prince of the Universe. Hát ez nem semmi azért. És a legszebb kisfiúja. A legszebb kisfiúja. Jó, hát ez... Jó, hát a hölgyek között valóban valószínűleg valamilyen hölgyet találtak erre a posztra. És hogy érzed magad így, hogy most már ezt is, ezt a meg, ezen a megmérettetésen is így szerepeltél? Hát nagyon jól érzem magam. Volt utána buli? Igen, nagyon. Hány héttel ezelőtt is volt, hogy itt jártál nálunk? Hát, olyan 2 hét. És az elmúlt 2-3 hét alatt ezt így mind azóta tankoltad föl. Igen. És itt melyik, micsoda? Mert nem nagyon látom pontosan át a teljes rendszert, hogy itt mi micsoda. De hát 3 versenyen vettünk részt, a National Trailers. Az fontosan az, hogy nemzetközi színekbe kellett felvonulni, és az volt a legkülönlegesebb, hogy ott maga a nemzetközi ruhát díjazták. Teljes mértékben mondható az, hogy 100%-os pontosága a zsűri tagoknak megtetszett, Tamás, és úgy döntöttek, hogy a legjobb díját megadják neki. Ott megnyerte a Grand Prix-et. A következő verseny arról szólt, hogy a legjobb fotomodell a világon, és ahogyan látszik is a plakáton, vagy látszott a plakáton, őt választottak a legszebb, vagy legjobb fotomodell a világon. Erről itt van az oklevele, és ezen felül a 3. versenyen a legjobb modell a világon keresték. És minden Szocsiban volt, bocsánat, ez a 3 verseny pontosan Szocsiban került lerendezésre. És hogyan tovább ezek után, mi a következő lépcsőfok? Hát most megyünk Amerikába, azt is meg szeretném nyerni. Hát igazából így kell hozzáállni nagyon helyesen. És Amerikába merre mentek? Hát Los Angelesbe szeretnénk jövő évben, júliusában, már meg is vannak a meghívások, úgyhogy már lassan előkészülünk Amerikára. És ez mennyiben tudja a te karrieredet elősegíteni, hogy későbbi modellkarriert szeretnél ezzel befutni, vagy most még amíg tart ez a megmérettetés, amíg tart ez a versenyzési hullám addig, vagy utána szeretnél esetleg modellkedéssel foglalkozni? Még akkor is modellkedni szeretnék, életem végéig. Hát igazából ez egy tökéletes hozzáállás, és szerintem megvan a legjobb hullámod, ami most lovagolhatsz. És hogy zajlik egyébként maga a versenyen kívül, például ilyenkor kint a versenyhangulat, más gyerekekkel mennyire szoktatok barátkozni, vagy... Hát nagyon sok barátot szereztem mindig, meg most is találkoztam ismerősökkel. Magyarországról, vagy külföldről is? Külföldről. És angolul beszéltek? Hát valamelyik oroszul, valamelyik angolul. De akkor a közös nyelv az gondolom inkább ilyen kevertebb. Igen. Jól van. És látom, hogy valamelyik versenyen például ott már mint zsűritag leszel a következőben? Igen. Ez mit jelent, ez pontosan mivel jár? Azt, hogy én fog zsűrizni, mint a igazi felnőtt zsűri, csak most így gyerekbe átmegy. És hogy jött ez a része, hogy ez velejáró, hogy a következő versenyen? Kérdezem édesanyádat is, hogy ez pontosan hogy működik ez a része? Hát pontosan erről szól, hogy mivel már az összes létező megnyerhető díjakat megnyerte, úgy döntöttek a National Jury-k, hogy inkább szeretném felkérni Tamás zsűri tagként, de hát magad mint gyermek zsűri tagként, és így felkértek hivatalosan is, hogy zsűri tagja legyen a szervezetnek. Hát azért ez nagyon-nagyon nem kis dolog szerintem, vagy legalábbis amennyire én látom, de szerintem igen, ez egy nagy dolog. Igen. És gondolom ez azért a későbbiekben több esetleg nem tudom, márkák megkeresésével is járhat. Pontosan, különböző... már most vannak rengeteg meghívásaink, ahol kellene elmenni zsűriznünk. És ez hogyan hat ki egyébként a magánéletedre, tehát a hétköznapjaidra, az iskolára, a barátaiddal való kapcsolatodra? Hát minden jó. Semmi nem változik.
De tehát akkor nincsenek féltékenykedések, irigykedések, tehát ez a negatív fajta irigykedés. Ez az igazság, hogy mi nem szoktunk nagyon, nagyon dobra verni ezeket a díjakat, vagy amit elértünk idáig. Míg versenyzünk, akkor megpróbáljunk maximálisan teljesíteni. Abba a pillanatban, amikor visszatérünk Magyarországon, akkor ugyanolyan gyermek maradt Tamás, amilyen volt valójában, de hát abszolút nem szoktunk visszaélni a sztárságával. Ez dicséretes, mert hát, vagyis mondjam, nagyon-nagyon sok sztárgyereknél, ugyebár ott siklanak rossz irányba dolgok, hogy elveszik a gyerekkorukat, de akkor teljes értékű gyerek maradsz, tehát nem akarsz ideje korán felnőni. Nem. Nem. Nagyon helyes. Nem. Tanulás a legfontosabb, és büszkeséggel tölt el, hogy elmondhatom, hogy kitűnő tanulók mind a két gyermekem. Nem semmi, ezek hát gratulálok. Hát a gyerekeknek is, és neked is, ez így az édesanyaként is azért egy nem kis siker. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és hát akkor most jó pihenést kívánok így Szocsi után, és előre is a következő megmérettetéshez sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Sziasztok, tévénézők! Sziasztok, tévénézők!